születtek, azok született médiumok nagyon sokan. Az indigók közt is nagyon sok médiumon, ez két különféle indigó, úgymond szellemi család. Az indigóknak több fajtája van, többfajta indigó típusú, de most nem akarok belemélyedni, és az indigók közt is van nagyon sok médium, de a kristály születek azok született, mert konkrétan olyan energiákat hoznak le, akik nagy szellemi család, általában világos kék az órájuk, és köztük sok transzmédium van. A médiumításnak az összes fajtája megvan a lelkükben, és ők már úgy jönnek le, hogy ők sokuknak megmarad egy életen át a médiumítása, látnak, éreznek, halnak. És a széles képességek nagyon nagy része megtalálható. Látás, tisztán hallás, tisztán látás, testelhagyás, telepátia. Én is próbáltam. Sokszor gondot okoz az, hogy nem beszélnek ezekről a dolgokról. Hát, még mondjuk nem egy leányálom. A jövőbelátás az nagyon sok. A léleklátás az a leggyakoribb, amivel találkoztunk még. Szóval Katának is van léleklátása. Így megismerjük egymást. De gondoltam, hogy ezt így elmondom. És akkor visszatérő, hogy erről nagyon lehetne kezelni ezeket a dolgokat, ugye? Tehát az ember rájött arra, hogy mennyi mindent lehet csinálni. És itt a egyik legeslegfontosabb dolog. Ugye hát a gyermeknek a gyakorlati része, mi mindent lehet csinálni. Tehát először is ugye, hogyan lehet kezelni ugye egy ilyen lányt? Először is az, hogy teljesen normális neki az időbeosztása máshogy van. Tehát ugye ők akkor alszak, amikor akarnak például, tehát most nem csak az én kicsimről beszélünk, akkor azok akarnak, akkor lesznek, amikor akarnak, nincsen időbeosztásuk, az, hogy ilyen kették három, hogy fent használ, majd azt így írjuk, az egy dolog. Na, hogyan lehet kezelni? Először is le kell tudni földelni őket. Ez a legfontosabb dolog. Ugyanis az történik ezek a gyermekekkel, hogy a lélek szinte állandóan ott állt van, tehát félig kilóg a testből, nem tud megfelelni a fizikaiségnek a törvényének, nagyon rosszul érzi magát, tehát le kell tudni földelni. Hogyan lehet leföldelni? Az időbeosztást már mondtam nektek, tehát persze pontosan beosztjuk az idejüket, sőt figyelmeztetjük, persze szeretettel, ez fontos. Tehát nem, hogy egy büdöskő kivárnak az ajtón 5 percet, hogyha nem lesz ki az ajtón, hanem kapsz 5 percet, óra csörög, és akkor beállítod egy percet hamarabb, tudod, hogy egy percet úgyis fog késni, de akkor szóval mennek és kirakom meg a mikussal, na most akkor vége van ennek és menni kell. Tehát az időgazdáról belészelünk kell. Nagyon fontos dolog tulajdonképpen, hogy olyan fizikai dolgokat érdemesebb velük csináltatni, amit ők szeretnek. Tehát ezek a gyerekek nagyon szeretik a táncot például, a művészeti dolgokat. Le lehet csendesíteni ezeket a hiperaktív gyerekeket, például borzasztóan sokat szenvedtünk. Emlékszem rá, valaha Szegő Andor az egy riporter, nem tudjátok-e, ilyen rádióriporter, meg újságíró, meg minden egyes újságíró, meg egy hiperaktív gyereke volt, és az eléggé, még ez az elején volt, amikor mindig a dolgokról nem beszéltünk, és ugye közös ismerős volt Müller Péter, ugye Szegő Andor, mint újságíró is ugye barátja volt, és akkor engem is érdekelt ez a dolog, és ugye Müller Péter is ugye próbálta kezelni ugye Andornak a Szegőre, például Andornak a gyermekét, és az volt a szerencsés, hogy és a feltáró beszélgetéssel. Tehát mit csinált Müller Péter? Ott leült és csak elkezdett beszélgetni, amit a szülők elfelejtenek, ennyi az egész. Tehát feltárt a gyerek problémák a gyerekbe, nagyon sok minden benne, hogy higgyétek el nekem, amit ő ki akar tárgyalni. Ezek a gyerekek olyan dolgokra képesek, betegségeket összeszednek például. És tudjátok, hogy mi szednek össze betegségeket, ami nekünk megmagyarázhatatlan, hogy a betegségével volt és a nő tükör tartsanak elénk, hogy a szülő rá ébredjen arra, hogy hülyeséget csinál. Mondok egy egyszerű példát. Volt a gyerek, aki állandóan sírt, és a nő ki volt készülve, hogy nem bír tőle mit csinálni, hogy egyszer nem bírom már ezt a gyereket. És ugye ez a nő, ez egy olyan volt különben, ez a tipikus, tudjátok, hogy minden ragyog a lakásban, naponta háromszor felmosom a lakást, minden tisztaság, meg minden. De a gyerek állandóan bőgött meg, sírt, ugye a végén annyira megmondta, ugye, hogy volt egy intézet az utcájában, betette az intézetbe, nem bírt vele. Míg a végén megvilágosult egy éjszaka, ez a gyerek azért sír állandóan, hogy kézbe legyen, hogy az anya közben abbahagyja a takarítást, a fölösleges takarítást. És a nő erre rájött, kivette a gyereket az intézetből, rájött, hogy hetente egyszer elég felmosni a lakást, és elég rendet tennie neki, és a gyerekkel elkezdett foglalkozni, és a gyerek fogta magát és megfordult.
És millió ilyen betegség van, amit el se hinni, a gyerekek ezért veszik ezeket magukra. És hogy felállták a szülőket, azt hozzá. Persze, felállták. Tehát azért mondom, hogy és ezek az úgynevezett megmagyarázatlan betegségek például. Ezek a gyerekek olyan betegségekkel születnek, képzeljétek el, nagyon nagy része lisztérzékeny például. Laktózérzékeny, mondom. Ez a kettő rendszeres, a mai fiataloknak lassan több mind a fel laktózis lisztérzékeny. Ez az miatt van, mert más a rezgésünk, és a rezgés, egy tisztább rezgésű lélekrész, vagy lélek, átalakítja a testet, és ez miatt más lesz a genetikák, laktózérzékenyek vagyok sokan, és lisztérzékenyek. Nem azt mondom, mindegyik, mindelik. És ami a fontos belőle... Hogy lehet ezzel, mert bocsánat, a étrend változás. Meg kell szokni a tejről, arról a tejről, ami, ez már nem tej, amit viszont higgyétek el nekem, ez borzasztó valami. Először is, ha alapvetően az eredeti rendes tejet nézzük, ugye, a tej olyan fejlődési hormonok, az igazi tejet innen, úgy így mondom, olyan fejlődési hormonokkal van tele, a boci megtermel, a bocra megtermel, a nagy tehén, ugye a kisgyerek korában felnövekedjen, de erre már neki nincsen szükség. Tehát először is plusz ezek a tejek abszolút egy mérgezett, egy a borzasztó vegyi anyagokból állnak tulajdonképpen, vagy a tejpornak mondott valami vegyi anyagokból állnak, tehát borzasztó. A mostani liszteknek is génkezeltek a nagy része a húzának minden az égvilágon, tehát gyakorlatilag én most a saját példából látom, mert ez a Zsuzsi 35 éves lány például, ugye, aki benne volt az életem egy darabig, ő ugye nálunk lakott időnként, teljesen másfajta étrendre állt rá, én nekem szerencsé volt, mert ugye az étrendet folytatom. Tehát tulajdonképpen mi történik? Ezek a gyerekek nem fogják megenni a cupákos nagy pacal a ekkora fehér kenyérrel például, meg innen a sörcse hozzá mondjuk, ennek az öltségkel, gyakorlatilag kiadja a kenyeret belőle, tehát olyan egészséges étrendet folytatnak, lemondanak a hústól, nem is szeretik a húst például. Hát olyan szinten, ugye nálunk szokott lenni hús, megmondom őszintén, akkor ugye hokostákat csinálunk, ugye, igen, tiszta hús, de mi? Vörös hús, tehát bocsánat, rosszul mondom, halat szoktunk csinálni, csirkemellfilét szoktam, pulykát szoktam. Múltkor megmondom őszintén, hogy be akartam csapni a drágámat, mert azért hozzájutottam nagyon finom, tényleg olyan finom húsikához, és igaz, hogy sertés hús volt, de sertés tom volt, de olyan komolyan mondom, hogy én azt mondtam, erre ember nem fogja megmondani, hogy ez nem pulyka, úgyhogy palira is vettem a drágámat, ilyen finom pulyka hús vettem, és akkor azt hittem, hogy megeszi. Hát lejjelent vagy három falatot, aztán mondjuk közül, nem megösszed a pulyka hús, és mindjárt le fog engem hányni, mert kicsit röfög ez a pulyka hús. Komolyan mondom, ember, olyan szépen megcsináltam, most nem tudom milyen kajácsát, de befűszereztem, azt mondta, az ember meg nem mondja, hogy ez valamikor tisztamot és röfögött, hát megmondta sajnos, tehát nem tudtam bepalizni tulajdonképpen, és azért mondom, hogy hát mire kényszerítették a gyerekek rá? Mi szívjuk őket, ugye, mert nekem is ott a ex-feleségen az egyik gyerek hasonló volt, és külön kellett főzni. És borzasztó. Hát egy gyerek külön főzzek. Hát ilyen dolgot, hát akkor ugye fulladja be a gyerek, hogy dős vagyok rá, meg minden nem. Nem csak neki kell külön főzni, nekem kell átállni, és akkor együtt kell főzni, kényelmesebb lesz, és azokat a kajákat fogom megenni. Tehát meg kell szokni azt, hogy nem rátácsolom a kajákat, sok zöldséget esek, stb. Tehát azért mondom, egy ilyen ételt átalakítás van. Visszatérve a főzéses folyamatokra. Ugye a gyerekeket ugye hallgatjuk a komoly zenét, ami nagy hatással van ránk, művészetfele visszük, és leülünk meditálni. A nagyon fontos dolog, hogy olyan dolgokat kell csinálni, amikor leülünk meditálni például, tudjátok, vannak vezetett meditációk, hogy elmondjuk a gyereknek, amikor lent van a lábad, akkor képzeld el, hogy gyökeret eresztesz a földbe például, lefele mélyen mennek a gyökereid, megnyitod a koronacsakrádat, esik például az eső, kézzel, hogy beesik az eső vagy a fény, átvezeted magadba, és lenn a gyökereidbe, levezeted a földbe. Ezek azért jók mondjuk, mert hogyha a gyerek elmegy valahol később, nagyobb lesz esetleg egy picivel, és valami probléma érült, hogy hirtelen nem tudja, hogy mi van abban a világban, elveszettnek érzi magát, akkor rögtön abban a gyakorlatot képzelj, lent vannak a gyökerei, mélyen stabilan áll, és őt senki nem bánhatja, mert a gyökerei mélyen a földben vannak, komolyan. És a gyerek el tudja képzelni, és akkor nem lesz semmi baj neki. Tehát azért mondom, ezeket a vizuális gyakorlatokkal, ezeket mind-mind végig lehet játszani, hát hosszúk ezek a gyakorlatok, tehát ezeket leírtam, tudjátok, a anyagban másodpercre, mert kérek, itt rengeteg példát leírok ilyen gyakorlatokat, mondjuk kicsit.